Sziasztok! Na hát először is azzal kezdeném, hogy ezt a videót rendhagyó módon én kérem, hogy elejétől végignézzétek, mert végig fontos és érdekes információt tartalmaz. A történet tegnap kezdődött, vagyis hát tegnap történt velem az eset. Majd a leírásba beírom a dátumot. Mi is volt tegnap 23-dik, azt hiszem, 2021. május 23, és a reggeli futásomon vettem részt. Van egy útvonalam, amit 20 kilométeres edzésekig szoktam használni. Ez azt jelenti, hogy 10 kilométer a szakasz. 10 kilométernél fordulok, és hazáig az duplázva 20. Ezt szoktam használni. Picit. Hogyha ettől nagyobb táv, 25 kilométer, arra van egy nagy köröm, és akkor inkább egy kört futok le, mint egy oda-vissza távot. Tegnapi 25 kilométerem az elvileg a körön kellett volna menjen, de hát úgy voltam vele, hogy hőterheléses edzés volt, nyár kellős közepe, 4 réteg ruha, sapka, sál, kesztyű, és a 25 kilométeres köröm, az két falun is keresztül megy, ráadásul reggel futottam, akkor mennek az emberek dolgozni, és úgy voltam vele, hogy ha nem muszáj, és van alternatíva, akkor inkább nem falukon keresztül fogom ezt lefutni, és akkor rendhagyó módon ezen a 20 kilométeres útvonalon futottam, annyival kiegészítve, hogy a 10 kilométertől még 2 felett mentem, és akkor így lett meg az 5-15, vagyis a 25 kilométer oda-vissza. És picit később a videóba fogom mutatni, hogy hol van egy olyan ív, amiben van nekem ez a 10. kilométer, egy kanyar, és ott szoktam fordulni. És a kanyar után azt is fogom mutatni, azt a 200 méteres szakaszt, következik egy egyenes szakasz, egy dombra fel, és fent a dombon egy elágazásnál jobbra térve megyek tovább. És történt az tegnap, hogy ezen az egyenes szakaszon, ami emelkedő volt, leálltam a futással és csak sétáltam, mert ugye ott a pulzus már felment annyira, hogy már a futást nem bírtam. És ahogy sétálok fel ezen a dombon, jobb oldalról, a fák tetejéről hallottam madár hangot, de ezt a támadó hangot, nem madárcsicsergést, hanem mint amikor támad a madár. Felnéztem a fára, ekkor megint elvisította magát a madár, kitártotta a szárnyát, és bukórepülővel elindult felém. Hát nem volt gyenge, körülbelül 20 centivel a fejem fölött repült el, és végig visított. Ezzel a lendülettel átment a más szembe lévő fára, ott várt 2-3 másodpercet, és megismételte visszafele is. Ez az odafele utamon volt, ezt 2-3-szor megcsinált én közben, felértem a dombra, néha ezek alatt a támadások alatt meghajoltam, hogy biztonságosan ne érjen el, mert nem tudtam, hogy csak ijeszget vagy támad. És akkor felértem a dombra, tovább haladtam, nem jött utánam. De mindeközben több hangot hallottam, valószínűleg ott volt a fiókája, és gondolom én, hogy azt védhette. És végig, ott meg egy őz, és végig az járt a fejembe, ezen a 2,5 oda, 2,5 vissza 5 kilométeren, hogy ha visszaérek, akkor ugyanezen a szakaszon ez a madár engem várni fog. Hát gyerekek, így is volt. És megint eljátszotta ezt velem legalább 8-szor. És minél mélyebbre hajoltam, hogy ne érjen el, ő annál mélyebb repüléssel támadott engem. És a végén már kénytelen voltam elterülni a földön, be is vertem a bal farcsontomat, az most is fáj, hogy ne érjen el. És ezen a ponton gondoltam arra, hogy egy kicsit észhez térve, hogy basszus, hát az erdőbe vagyok,
tele vagyunk ilyen letört ágakkal, meg gajakkal itt az út mentén. Hát egy ilyen ágas bogast felkaptam, a fejem fölé emeltem, és akkor már nem repült felém. És akkor hátrálva, tartva a fejem fölé ezt az ágat, annyira el tudtam távolodni, hogy beértem ebbe a kanyarba, ahol a 10 kilométerem fogad, és akkor a kanyarba eltűntem, és ott már nem követett. Persze még 2-3 kilométeren keresztül hátrafele nézve folyamatosan néztem, hogy nem követ, és akkor nem követett. De hát ott nekem a pulzus az pillanatokon belül 190 volt, le is állítottam az órát, és hát ugyan nem meglepő, de a legnagyobb szomorúságomra, hát annyi eszem akkor nem volt meg lélek jelenlétem, hogy levideózzam, mert egy nagyon érdekes történet volt, és tanulságos lett volna ezt látni. De abban az ijegységben eszembe se jutott, és ráadásul nem tudtam, hogy mi lesz a vége. Nem tudtam, hogy csak támad, vagy csak ijeszget, és nem akartam azzal bajlódni, hogy videózzam. Hát most, ha már az embernek ilyen eseményei vannak, akkor inkább arra figyel, hogy biztonságban legyen, nem arra, hogy egy jó sztori kerekedjen belőle. Viszont nem akartam szó nélkül hagyni, és meg akartam ezt a videót csinálni. És a történet lényege az, hogy 2 kilométer ezelőtt fordultam, most egy 20 kilométeren volt, és eddig az ominózus kanyarig kellett ma elmennem, úgy, ahogy szoktam eddig is. Leállítottam az órát, és tovább mentem erre a plusz 200 méterre, hogy megnézzem a tett helyet, és ott készítettem egy videót, és nagyon érdekes volt ez a videó. Bár támadás nem volt, addig nem mentem el, de hát nézzétek meg ezt a pár perces videót, amit ott a tett helyen készítettem, hogy megnézzem, hogy hol is volt ez az esemény, és hogy egy kicsit visszamenjek a tett helyre. Hát nagyon érdekes volt, nézzétek meg, és utána a videó után még elmondom, hogy mi a tapasztalatom, és mi a végkövetkeztetésem ilyen esetekre, és mi a tanácsom. Úgyhogy mindenképp nézzétek végig, nem csak az ezután következő részt, ahol a tett helyen kicsit nyomozgatok, és érdekes dolog történt velem ismét, hanem az utána lévő részt is, ahol majd próbálok pár jó tanácsot adni ilyen esetre, hogy mit is tanácsolok mindenkinek. Úgyhogy nézzétek végig, akkor következzen az érdekes rész. Na, hello! Itt volt tegnap az a támadás. Ugye itt van az a 200 méter körüli emelkedő. Ott a tetején, a domb tetején van az elágazás, ott szoktam jobbra menni. Onnan már van egy pici lejtő. Ott látható az a kanyar, amiben a 10 kilométer szokott utolérni. Ezért van az, hogy a 20 kilométer az nem esik, 20 kilométerben nem esik bele ez az útszakasz. És ugye tegnap, amikor már erre jártam, akkor itt már elkezdtem sétálni, mert tudtam, hogy a dombnál úgyis le kell lassítani. És valahol itt, vagy ezen a fán visítottak, vagy ezen valamelyiken, de inkább ezek közül valamelyiken, itt a domb közepén. Valamelyiken. Hát itt ezek közül valamelyiken volt. És akkor itt ezen a szakaszon innen odáig kergetett. Oda-vissza. Hát most itt elmosta az eső, nem biztos, hogy látszanak az elesésem nyomai. Tehát az a lényeg, hogy mondjuk elindult arról a fáról, és akkor itt a fejem fölött 1 méterrel elment, és akkor felrepült arra. És akkor ugyanezt eljátszotta vissza, és ezt 6-7-szer egész a kanyarig kergetett, amikor is felvettem egy ilyen ágas-bogas ágat, mint például ez. És akkor azt a fejem fölé emelve már eltűnt. Na most még kaptam egy olyan tippet az egyik szomszédtól, hogy lehet, hogy nem az van, hogy itt a fészke, hanem lehet, hogy az van, hogy most tanítja repülni a kicsinyét, és az is lehet, hogy ide le volt esve, és azt védte. Mert ugyan én hangot hallottam, de állatot nem láttam. Úgyhogy az is lehet, hogy azt védte a leesett kicsit. Na most itt egy picit el is akadt a szavam, mert ott most látok is pont egy ugyanolyan állatot.
Tehát alapból nincs ezekkel baj, még én soha nem tapasztaltam ilyet, hogy rám támadt volna. Tehát alapból nincs ezekkel gond. Ezekkel az övökkel. Most itt az egyik rá is szállt, itt az egyik ágra. Csak nem látom, hogy melyikre. Tehát alapból nincs ezekkel gond. Nem látom. És akkor elővettem a kis sípomat. Ezt. De igazából nem reagált rá. Na hát az a lényeg, hogy akkor több mint valószínű, hogy... Hallod a hangját? Na ez az. Így visított, amikor támadt. És itt jön lent. Ott is van egy, ott repül. Meg egy itt szállt el lent. Aha. Ott van, megérkezett, és lent van a kicsinye. Akkor ezek szerint... Itt a kicsi. És akkor az fölött van a nagy, és akkor ezt védte. Na hát én még egyszer nem várom meg, hogy rám támadjon. Hát remélem, hogy a felvételen látszott rendesen minden. Meg remélem, hogy a hangok is hallottak. Hallod, így hívja a kicsit. Azt tudja, hogy itt van lent valahol, és valószínűleg azt véd. Ó, ott a fészek, basszus kulcs. Oda néz, ott a fészek. Azt védte. Megvan a rejtély. Biztos hallatszik, itt kering és itt visít. Ez most engem észrevenne, biztos megint támadna. De nem várjuk meg. Nincs kedvem hozzá. Hát igen. Na jól van. Nem kísérjük a sorsot. Akkor ennyi volt. Valahol itt van, itt visít. A fészek az meg ott van lent, ahol előbb mutattam. És ott repült is a kicsi valahol. Fent meg a nagy. Szerintem attól repült el a kicsi, hogy megfújtam a sípot. És azóta a nagy meg itt keresi. Na jól van, nem zavargatom őket. De akkor megvan a fészek. Na hát örülök, hogy még egyszer nem kellett átélnem ezt a támadást. Ciao. Na kérem. Hát nem tudom, hogy mondtam vagy nem mondtam. Egy kis googlizás után arra jöttem rá, hogy ahogy kinéz, amilyen hangot ad, és ahogy rám ijesztett, leírás alapján 99% hogy egerész őv. Most, hogy ennek melyik alfaja, melyik típusa, azt nem tudom, de szerintem mindegy is. Támadni, meg viselkedni szerintem egyformán viselkednek. És akkor ezzel kapcsolatban két dolgot szerettem volna megemlíteni mindenképp. Az egyik, hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Ugye az, hogy én megfújtam a sípomat a támadáskor, arra ő nem reagált. Ugyanúgy támadt, észre se vett, aztán nem is erőltettem, nehogy felhergeljen még jobban. Viszont, amikor a 7.-8. támadás után kicsit észhez kaptam, és felvettem egy jókora, körülbelül 1,5 méteres ágas-bogas ágat a földről, és azt a fejem fölé emeltem. Nem is kellett megmozgatnom, tehát nem kellett elriasztó mozdulatokat tennem, elég volt csak a fejem fölé tartani, akkor már nem támadt. Most, hogy az ág miatt, vagy már amúgy is abba hagyta volna, azt nem tudom,
de minden esetre biztonságos volt, hogy van nálam egy ekkora ág, ami ráadásul ilyen nagyon ágas bogas volt, és hát etikus, nem etikus. Ha nekem támadt volna, akkor azzal tudtam volna védekezni. Úgyhogy, ha valaki erdőbe jár, és találkozik egy ilyen esettel, amit senkinek nem kívánok, akkor gondoljon erre, hogy kerítsen valami eszközt a kezébe, mert az talán elriaszthatja. Aztán a második dolog, amit ezzel kapcsolatban akartam mondani, hogy úgy amúgy sem javaslom és nem ajánlom, hogy bedugott füllel zenét vagy podcastot hallgatva fussunk, mert hiszen, ahogy szoktuk mondani, pont azért futunk, hogy kikapcsolódjunk, hogy elszakadjunk egy picit a technikától, a mai napok problémáitól és zajától, de azok, akik meg ráadásul erdőbe futnak, azok hagyják már otthon a picsába ezeket az eszközöket. Most én nem akarok spirituális oldalba elmenni, nem azért, hogy magába szálljon az ember, vagy meditáljon közben, vagy ilyesmi, vagy hogy hallgassa a csendet, vagy az erdő hangját. Hát ezt mindenki döntse el, hogy kinek mi a szép. Egy jó zenét hallgatni, egy podcastot hallgatni, vagy az erdőt. Szerintem a harmadik az viszi a prímet, de mindegy, magánvélemény. De ha másért nem is, ne dugjuk már be a fülünket. Nem fogjuk meghallani az ilyen állatoknak a támadását. Se azt nem fogjuk meghallani, hogy a közelünkben van egy őz, amit, hogyha csendbe futunk, én is közelítettem már meg pár méterre egy őzt, és nagyon meg tudnak ijedni, és bajt tudnak okozni, hogyha nagyon közel vannak. Rókát is ijesztettem már meg nagyon közelről véletlenül, mert nem vettük észre egymást. De az se az állatnak nem jó, ha nagyon-nagyon közel vesszük észre, és riasztjuk el szépen nyugodtan csendbe. Se nekünk nem jó az, hogyha nem vesszük észre előre a jeleket, és az utolsó pillanatban nézünk szembe egy ilyen állattal. És akkor nem beszélve a mostani esetről, na most egy ilyen madár, de lehet én szerintem más ragadozó madár is, ez így támad. Ad egy ilyen hangot, és aztán rád repül. Most, hogy hozzád is ér, magyarul megtámad, vagy csak megijeszt, mint ahogy engem megijesztett, az egy másik történet, de van előjele. Ha be van fogva a füled, megy rajta hatalmas hangerővel a zene, nem fogod észrevenni, és ugye, hogyha egy kicsit utána néztek a neten, akkor láthatjátok, hogy ezek a madarak, ezeket a jelzéseket, akár támadás, akár elijesztés, nagy előszeretettel szeretik hátulról végezni. Tehát hátulról támad, nem szemből, nem fogod észrevenni. És ha be van dugva a füled, hallani se fogod, látni se fogod, és akkor nagyon be fogsz szarni, hogyha egyszer csak a hajadba ragad valami. Így ezt a két dolgot tudtam ebből leszűrni. Ha ilyennel találkozol, akkor keressél valami eszközt, amivel el tudod riasztani, illetve vegyük elejét ezeknek a dolgoknak, adjuk meg az esélyt magunknak, hogy észrevesszük időbe a bajt, azzal, hogy nem dugjuk be a fülünket, hallgatjuk, legalább annyira hallgassuk a természetet, hogy észrevegyük az ilyen problémákat, és az sokat fog segíteni. Úgyhogy ezzel zárnám ezeket a hasznos perceket, remélem, hogy mindenki leszűrt a megfelelő következtetést, és ennek megfelelően fog ilyen környezetbe futni. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, és csak óvatosan. Sziasztok! Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el egy lájkot adni rá. Itt feliratkozhatsz a csatornára, és akkor minden új videóról értesítőt kapsz, nem maradsz le semmiről. Ha ilyen és ehhez hasonló videókat szeretnél nézni, akkor az itt lévő ajánlóból megteheted. Köszönöm, hogy velem tartottál, találkozunk legközelebb.